Szeptemberben a 121. tanévét kezdte meg a Szent Annai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium, melynek fenntartója a Karcagi Református Egyházközség lett. Gyökeres Sándor igazgatóval beszélgettünk a tanévkezdésről. Mint elhangzott, a diákok meglepően jól alkalmazkodtak az új kihívásokhoz. Tudomásul vették a rendkívüli helyzetet. Az iskola vezetés megtett ezért minden olyan intézkedést, ami ezt tudatosítja is bennük. Elkészítették az ITM intézkedési terve alapján a sajátjukat, amely kiterjed az iskola belépéstől kezdve tanórákon át a kollégiumi gyakorlati képzésig. Meglepően jól alkalmazkodtak, tudomásul vették ezt a tényleg rendkívüli helyzetet. Iskolánk is természetesen végrehajtott minden olyan intézkedést, amit ezt tudatosítja is bennük. Tehát elkészítettük az Innovációs és Technológiai Minisztérium intézkedési terve alapján a saját intézkedési tervünk, ez lefedi az iskola teljes életét, tehát a belépéstől az intézmény területére a külön intézkedési terv készült a tanítási órákra, a tanítási foglalkozási időszakokon kívül eső időkre, a viselkedést, a elhelyezkedésnek a szabályait, illetve a kollégiumra vonatkozó külön intézkedési tervet, és természetesen nálunk a gyakorlati foglalkozásokra is külön intézkedési terv készült. Ezeket a interneten elérhetővé tettük valamennyi, tehát honlapunkon és Facebook csoportban is, iskola Facebook oldalán is megtalálható. Itt közé tettük, osztályfőnöki órákon tájékoztattuk a diákjainkat, és betartjuk. A szükséges fertőtlenítőszerek és egyéb eszközök rendelkezésünkre állnak, maszkok is vannak tartalékban is, az egyes osztálytermekben külön készfertőtlenítőkkel készültünk erre a rendkívüli helyzetre. 360 tanulónk kezdte a tanévet. Hagyományos oktatásban gondolkodnak. Ha mégsem így lesz, megvannak a közösségi csoportok a digitális oktatáshoz. Én iskolánk a Modle keretrendszert használta már az elmúlt időszakban is. Ezt a keretrendszert most frissítettük, és az új csoportok létrehozása, illetve a kiegészítés van folyamatban. Ha szükséges, akkor azonnal átadunk. Gyakorlatilag azonnal át tudunk állni erre, és egy egységes keretrendszerről van szó, ahol visszakereshető és nyomon követhető az, hogy milyen a tanári, illetve a tanulói munka, és milyenek a teljesítmények. A tehetséggondozás az új tanévben is folytatódik. Kiemelt szerepet tölt be, már szervezik a versenyfelkészítéseket is. Természetesen a tehetséggondozás kiemelt szerepet tölt be az iskola életében, és ebben az évben ugyanúgy szervezzük azokat a külön foglalkozásokat, versenyfelkészítéseket, amik ezt a célt szolgálják. Én úgy gondolom, hogy ha a versenyek megrendezésre kerülnek a pandémiás helyzet ellenére is, akkor helyt fogunk állni. A szakos ellátottság biztosított az iskolában. Azt mondhatom, hogy megvannak a szükséges személyi feltételeink, illetve van olyan, amit óraadókkal tudunk megoldani, de véleményem szerint ez nem jelent színvonalcsökkenést. Szeretnék a szalagavatót a végzősöknek és a 9. évfolyamosoknak a bemutatkozó estet megtartani, de az csak később derül ki, hogy a járványügyi helyzet akkor megengedi-e majd. A nyári felsőoktatási felvételeiken a Szent Annai sok jól szerepeltek. Alapvetően a szakirányú területekre mentek, környezetvédelem és élelmiszeripar. Mentek tovább tanulni, és most ugye egy kicsit más követelményrendszerrel és más eszközökkel tudtak bejutni, de alapvetően a szakirányú területekről ugyanezekre az irányokra mentek, tehát a környezetvédelmi, illetve élelmiszeripari területekre, illetve olyan továbbtanulásra, hová fizika vagy kémia alapokkal lehetett menni. Ezeket a természettudományokat oktattuk kiemelt óraszámban. Most a 9-eseknél a legkedveltebb szak a rendészeti és közszolgálati ágazat volt, de a mezőgazdasági gépész és a környezetvédő gimnáziumi szak is népszerű volt. Legnagyobb létszámban a rendészet és közszolgálat ágazatra jelentkeztek, de sokan jelentkeztek mezőgazdasági gépész szakra, ami egy hagyományos, sok évtizedes múltra visszatekintő képzés, és vannak természetesen környezetvédőseink is, gimnáziumi tanulóink is, teljes osztály.
Bár még most volt a tanévnyitó, de már az iskola vezetői fenntartóval egyeztetve tervezik a jövő évi szakokat, amelyeket indítanak majd.